Megkezdődött a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület közösségi házának átadása. Az egyesület tagjai már nagyon várták ezt a napot, hiszen közel 2 évvel ezelőtt sikerült megvásárolni a házat. A helyi német nemzetiségi önkormányzat is támogatta az egyesület kezdeményezését, hiszen tudták, hogy a létszám bővülése miatt szükség van egy nagyobb térre. Tulajdonképpen Gyönkön hagyománya van a német nemzetiségi hagyományok ápolásának, a színterek is változnak, ahogy a köszöntőben is elmondtam, hogy Gyönkön van egy német nemzetiségi tájház, van egy magángyűjtemény, ahol német nemzetiségi ruhákat, tárgyakat találunk, és van a német önkormányzatnak egy találkozások háza, ahol fotókiállítás és baba kiállítás van. Most az egyesület kinőtte a találkozások házát, ezért elhatározták, hogy egy közösségi házat alakítanak ki, és a mai nap ennek az átadása történt. Az alapítóknak volt egy álma, a gyönki német hagyományokat megélni, továbbadni, a német nemzetiségi közösséget életben tartani. Ezért dolgozunk, ez hajtja most is terveinket. Hála Istennek nagyon sok tagunk lett, tehát a kezdetekből, amikor alakultunk, akkor olyan 30-40 fővel voltunk, és a mai napig 165 tagunk van. Az egyesület taglétszám úgy kerül össze, hogy egész az 5 éves gyerektől, egész a 87 évesig, hogy tagok vannak. Gondoltuk, hogy nagyon jó lenne egy olyan ház, ami az egyesület céljait szolgálja, és szerencsére eladóvá vált ez a régi sváb parasztház. Akié volt valamikor, mielőtt meghalt, ő is egyesületi tag is volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy jó helyre került a ház. Találtunk egy szponzort, Galátai János Jakab urat, aki, megmondom őszintén, a férjem osztálytársa volt, és volt egy osztálytalálkozó, ahol mondtam neki, hogy pénzt szeretnék gyűjteni, hogy házat tudjunk vásárolni, és mondtam neki, hogy nagyon sok helyre elküldtem már a levelet, és akkor csodálkozva rám néz, azt mondja, hogy de nekem nem küldtél levelet, hát mondom, én rögtön írok egy levelet, és akkor ez volt szeptember 5-én, és október 5-én az egyesület nevére került a ház. Galántai János Jakab nem aktív tagja az egyesületnek, hiszen már régóta Kaposváron él családjával, mégis szívügyének érezte szülőfalujának és nemzetiségi hagyományaiknak gondozását, segítését, többek között talán azért, mert édesanyja alapító tagja volt az egyesületnek. Én gyerekkoromat Gyönkön töltöttem, így jártam általános iskolába, gimnáziumba, most már lassan 50 éve, hogy elkerültem innen. Az édesanyám volt gyönki származású felmenőivel együtt, és így kerültem én is gyakorlatilag, születtem én is ide Gyönkre. Aztán 2 évvel ezelőtt volt egy osztálytalálkozónk, az 50 éves általános iskolás osztálytalálkozó. Én a Kemmler Imivel, a Kemmlerné Vali férjével jártam általános iskolába, és ott ismertük egymást korábbról, más szponzorációkon keresztül, és ott a Vali elmondta, hogy van itt egy gyönyörű, szép sváb parasztház, amit nagyon szeretnének megvenni, de nincs rá elég pénzük. Helyi védelem alatt áll, minden eredeti, és aztán hazamentünk, és hát úgy gondoltuk, hogy vágjunk bele. És interneten rákerestem, megkerestem az ingatlanost, és tulajdonképpen fű alatt megvettük, mert senki nem tudott róla, hogy egy ilyen akció folyik, gyakorlatilag a osztálytalálkozó után 2 héttel már az egyesületé volt a ház, amit aztán elkezdtek felújítani, hoztam egy építést, megterveztük, hogy nézzen ki, kívülről mindennek eredetibe kell maradnia, ez volt a cél, belülről pedig a közösségi ház funkcióinak megfelelően terveztük át, itt 3 szoba volt, ahol most vagyunk, ebből a 3-ból lett egy nagy terem, szociális helyiségek, meg minden, ami kell, és gyakorlatilag ez mindenféle egyesületi rendezvényre most alkalmassá vált ez az épület. Felújítás, ugye én nem fordult meg a fejembe, hogy ilyen sok pénzbe fog ez kerülni. Volt az egyesületnek spórolt pénze, tehát éveken keresztül azért, hát a svábok úgy vannak, hogy azért spórolnak, nem elköltik a pénzt, hanem úgy rakolgattuk félre, hogy hát, ha egyszer sikerül, mivel hogy a házvásárlásra nem kellett, akkor innentől kezdve tudtuk, hogy el tudjuk kezdeni.
Aztán az első lépés a Galantai úr mondta, hogy hát szerinte vizes ez a ház, hát kéne valami víztaszító rendszer, mondtuk, hát arra azért nem adunk pénzt, na hát a Galantai úr arra is adott pénzt, és akkor ugye lett ilyen rendszerünk is. Aztán utána még mindig nem kezdtük el felújítani a házat, amikor ugye elgondolkodtunk, hogy miből fogjuk ezt fenntartani, fűteni. És akkor mondtuk, hogy hát akkor lehet, hogy az első beruházás az Egyesület saját pénzéből, az kellene, meg ott is a Galántai úr segítségével napelemrendszert építettünk ki, az fent van a hosteron, de fent a hosteron van egy 33x50 méteres terület még a házhoz, és ott van a napelempark kiépítve, úgyhogy bízunk benne, hogy a működéshez ez nagyban segítséget fog nekünk adni. Aztán ugye akkor már, amikor árajánlatokat kértünk a vállalkozótól, hát akkor szembesültünk, hogy milyen árak vannak, és akkor egyedi pályázatokat nyújtottunk be a miniszterelnökséghez, és egyszer 3,5 milliót, egyszer 6,5 milliót kaptunk, úgyhogy az már nagyon jó volt, tehát nagyon jó érzés volt, mikor a levelet kibontottam, és láttam, hogy már akkor látjuk az alagút végét. Aztán ugye ez két tannyelvű gimnázium van Gyönkön, nagyon sok alapítónk volt akkor gyerek, most már felnőtt, és azoknak is írtam levelet, hogy még mindig működik az Egyesület, még mindig valamit csinálunk, és elküldtem a háznak a fényképét, hogy is néz ki, és mit szeretnénk felújítani, és ezekből a volt diákokból is kaptunk nagyon szépen támogatást, az egyesületi tagokból is, és aki nem tudott pénzt adni, az viszont jött dolgozni tényleg, és így készült el. Szerettünk volna, mivel hogy egy-egy rendezvényre összejönk valamikor tényleg 80-an. Tehát így, hogyha nagyon szűken, olyan 90-en le tudunk ülni. Tehát egy olyan részt kellett kialakítani, hogy elférjen az egyesületi tagság, hogyha egy olyan rendezvényre jövünk. Amikor mielőtt megvettük ezt a házat, mikor kinéztem, a tulajtól megkérdeztem, hogy össze lehet-e nyitni a szobákat. Az volt az első, hogy össze lehet nyitni, és akkor hívtam statikust, és az is nézze meg, hogy, és akkor ő megmondta, hogy a vállalkozónak, és akkor az alapján lett összenyitva. Volt egy tervező, ugye, de mindenki elmondta, hogy mit szeretne. És akkor megmondták, hogy ezt szeretnék, és ezt találjam ki, hogy ez hogy működik. Tehát volt, hogy a konyha, meg volt, hogy kimondja, hogy egy olyan konyha nem jó, ha pici, ez így legyen, úgy legyen, és akkor az úgy történt. Tehát általában meg lett kérdezve, és mindenki elmondta, hogy mit szeretne, és akkor a sok szeretnékből összejött egy. Krémer György, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának szekszárdi irodavezetője is próbálta segíteni az egyesületet. Ennek a háznak a történetét valahol, nem is a történetét, hanem ennek a megvásárlását valahol úgy ugye figyelembe kísértem, és ugye azért is örültem ennek, mert ugyanakkor beszéltünk arról, hogy hát próbáltunk először német belügyminisztérium forrásokat, illetőleg hát magyar parlamenti forrásokat ehhez a vételhez keríteni, akkor nem sikerült, és hát javasoltam itt ugye a Kemmler Valikának, hogy egy magánszponzort, és hát szerintem azért is mondtam ott a beszédem az elején, hogy nagy dolgok csöndesen történnek. Két hét múlva egy itteni helyi származású ember megvásárolt ezt az ingatlant, tehát ez valóban egy olyan ingatlan, ami egy tipikus magyarországi német, egy sváb ingatlan, és ezért is örültem, hogy egyrészt mai modern célokra egy közösségi házként funkcionál, és azért valahol a magyarországi német népi építési, építész kultúrának is egy nagyon szép szegmense. Mindenhol, ahol közösségek vannak, ugye hát egy ház, az azt jelenti, ugye, hogy szeretnének egy találkozási helyet, ahol valóban együtt lehetnek, rendezvényeket lehet szervezni. Ugye van rengeteg régi viselet, hagyomány, tehát a hagyományos tárgy, amiket ugye itt ugyanígy ki lehet állítani. Tehát én úgy gondolom, ez egy ilyen multifunkcionális hát házként fog működni, több ilyen van már Tolna megyében, és különösen ami megfogott, hogy itt ugye ezt a gyönyörű nagy termet sikerült valóban egy olyan hát helységet kialakítani, ahol együtt lehet lenni különböző rendezvényeken, tavasztól őszig, télig, és hát én úgy gondolom, hogy azért ez egy közösségformálásban mindenképpen nagyon fontos szerepet játszik. 1900
93-ban, amikor az etnikai kisebbségekről és a nemzetiségekről megalkotja a parlament a törvényt, lehetőséget adtunk a magyarországi 13 nemzetiségnek arra, hogy egyfajta autonómiát, települési szintű, illetve kulturális autonómiát tudjanak kiépíteni mindenki saját maga településén, és hozhassa létre a nemzetiségi önkormányzatot. Ezek a nemzetiségi önkormányzatok azóta is működnek, jól működnek, amelyeknek a hatáskörét folyamatosan tudtuk bővíteni. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a terület országgyűlési képviselője hangsúlyozta, hogy a nemzetiségeknek fontos szerepe volt és lesz is Magyarország történelmének vonatkozásában. A gyönki németség 1713 óta él itt ezen a területen, illetve ezen a településen. Akkor érkeztek meg az első német telepesek a török hódoltsági időszak után, és gyakorlatilag nem csak ezt a települést, hanem a környéket, illetve egész Tolna megye fejlődéséhez járultak hozzá a velünk együtt élő német nemzetiségiek. Nekik is köszönhetjük azt, hogy a mai falvaink, városaink így néznek ki, illetve így ismerhettük meg mi is. A gyönki németek létrehozták a nemzetiségi önkormányzatokat, és kultúregyesületet hoztak létre, és főleg elnökasszonynak, illetve az ott dolgozóknak köszönhetően határoztak úgy, hogy egy közösségi házat hoznak létre. Volt egy adományozó, aki megvette ezt a házat, és azóta kb. 26 millió forintot költöttek erre az épületre, erre a portára, ahhoz, hogy ez valóban közösségi térként tudjon funkcionálni, a legkisebbektől, tehát a gyerekektől, az idősebbekig össze tudja fogni az itteni németeket, de nem csak a németeket, hiszen rengeteg a vegyes házasság, hanem mindenkit, aki szívesen vesz részt az egyesületi munkában. A miniszterelnökség a nemzetiségi pályázataink keresztül 10 millió forinttal, két pályázattal 10 millió forinttal tudta támogatni ezt a beruházást. Hát én azt gondolom, hogy Magyarországnak a története elképzelhetetlen a velünk együtt élő nemzetiségek nélkül, hiszen az elmúlt 1000-1100 évben gyakorlatilag ugyanazt a történelmet élhettük meg, vagy éltük végig együttesen, illetve ezt az országot, Magyarországot, a Kárpát-medencét pedig közösen építettük, közösen hoztuk létre a településeinket, közösen építettük a templomjainkat, iskoláinkat, a parlament épületét, a városainkat, és azt gondolom, hogy ez minden nemzetiség hozzájárult, és közösen is védtük meg a hazánkat, amikor arra volt szükség. Tehát a mai életünkben benne van a múltunk, és a múltunkban és a jelenünkben is pedig benne vannak a nemzetiségek is. Sok munka volt benne. Néha voltak ilyen hullámvölgyek, hogy hát nem volt egyszerű azért a kivitelező minden, hogy minden összehangoljon, hogy menjen a munka, hogy nem úgy képzeltem el, ahogy akarták csinálni. Tehát voltak nézeteltérések, de hát megoldottuk. Én nagyon vártam már, megmondom őszintén, hogy egyszer át legyen adva, és végre használhassuk.